A város már készül az adventi időszakra, ezúttal nem mindennapi formájában látható majd Székesfehérvár az ünnepek alatt, ugyanis mézes kalácsból készíthetik el a vállalkozó szelleműek. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ közös építésre hív mindenkit. A cél az, hogy a résztvevőkkel közösen egy kis csodavároska épüljön különféle mézes kalácsházikókból. Egy közösségi összefogásra hívtunk mindenkit, iskolákat, óvodákat, munkahelyi közösséget, családokat, hogy ők hozzák be a saját kis mézes kalács házikójukat, amit elkészítenek. Ez lehet akár egy házikó is, vagy lehet akár Székesfehérvár egy ikonikus épülete is. Van egy meghatározásunk a méretre, hogy mekkora legyen. Egy kisebb mézes kalács házikónál 20x30 cm-es, ikonikus épületeknél 30x30 cm-es. Egy szervezet maximum 3 házzal járulhat hozzá a kezdeményezéshez. A leadásnál pedig azt kérik a szervezők, hogy az alkotásokat egy dobozban helyezzék el, és írják rá a készítő nevét. Az adventi időszakban láthatóak majd ezek a kis mézes kalácsházak és az összeállított mézes kalácsváros. A városháza emeletén lesznek majd elhelyezve, ott fogjuk ezeket összerakni és összeépíteni a várost, és december 4-e és 22-e között lehet majd megnézni őket, 9-től 18 óráig hétköznapokon. Az elkészült mézes kalácsházakat november 6-a és 24-e között hétköznapokon 10 és 18 óra között várják a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ portájára. Igaz, Krisztina elmondta, hogy a házikókat az adventi időszak után is megpróbálják eltárolni a következő évig, hogy a városka tovább bővülhessen.